csak egy szó, és lelkem szárnyal. Féltve őrzök minden hangsúlyt, hangot sima, bársonyal. Nevem Jurij Andrejevics Zsivágó. Nekem szent hivatás az, hogy gyógyítok mást, de ha itt ölni kell, azt én nem bírom el. Ugye, én szerintem a Pasternak ezt magáról írta. Tehát ő egy polihisztor volt, ő egy költő volt, egy orvos volt, egy ifjú zsivágyó, aki nagyon felvilágosult ember volt. Borzasztóan szerteágazó regény. Itt az amerikaiak intézték el az ő Nobel-díját, konkrétan a CIA. Mert ugye olyan társadalmi korrajzot írt Oroszországról, amit nem lehetett volna megszellőztetni mondjuk kifelé nyugatra. A zenéje pedig nagyon romantikus, nagyon szép, gyönyörű dallamok vannak benne, tehát az mindenképpen egy előnye, mindenképpen azzal tud nyerni. Megmutatkozik a darabban a politikai vonatkozás is, de mi főként mondjuk így a szerelmi sokszögre helyeztük a hangsúlyt. Összetett mind a két lélek, a feleség, a Tonya is, és a Lara is, a szerelem, a szerető is megtalálja a Jurijban azt, ami neki imponál, ami magával ragadja, ami egyszerűen megfogja benne, és a költészet, eleve az, hogy ugye egy családcentrikus ember, és azért tudunk vele menni, mert ha valakit megtalál a szerelem, az ellen nincs mit tenni. Miért kell a családját otthagyni? Micsoda pasas ez, hogy ott már megszületik a gyerek, de visszamegy, és még mindig Lara forog a gondolataiban. Maximálisan megértik a másikat, és nem tudják utálni egymást. És ez ettől zseniális valahol. Az íróasztalod fölé teszik majd a diplomádat, hogy mindenki láthassa. Jurij Andrejevics Zsivágó, az orvostudományok doktora. Nincs az a szó, s persze nincs az a rím, mely elmondaná, amit érzek. Egy doktori cím mi feljogosít, hogy életet mentsek, gyógyíthassak. Lenne szentelen magam, ez egy csodás, szent hivatás. Én azt gondolom róla, hogy egy nagyon tiszta lelkű lány, aki egy nagyon mocskos múlttal rendelkezik, és mocskos a múltja, de ő mégis tiszta, és ő próbál tiszta maradni, és nagyon céltudatos, nagyon erős, rettentesen erős nő, és szenvedély szerintem a legfőbb tulajdonsága. A mocskos múltja ez a Viktor Komarovszkijhoz köti, aki segítette a családot, miután az édesapa elhunyt, és ezért olyan árat kért, amit Lara édesanyjának és Larának kellett megfizetnie. Még sose láttam magát itt ezelőtt, mert hát a jobb tanácsos barátja. Belemenekült egy házasságba, Pása Antyipovval, csak hogy megtisztuljon, csak hogy le tudja vetkőzni ezt a mocskos múltat, csak hogy szabadulni tudjon ettől az egésztől. Viszont hát a Pása annyira akarja tudni az igazságot, és annyira mindig arról beszél, hogy az igazság, és hogy legyünk őszinték, mert legyünk egyenlőek, hogy a Lara úgy dönt, hogy elmondja neki ezt a mocskos dolgot. Csak a Pása ezt nem tudja sajnos megbocsátani. És ő akkor elmegy az első világháborúba harcolni, és a Lara utána megy, csak hogy találkozhasson vele újra. Hát ez groteszk, megkaptam ezt, mire szívem oly rég várt. És mindeközben találkozik a Zsivágóval, aki egy olyan szenvedélyes szerelmet lobbant fel benne, ami ennél még nem találkozott. Egy olyan új érzelmet mutat meg neki, ami a Lara számára még ismeretlen, ami teljesen új. És próbál távol maradni tőle, mert hát mégiscsak férjes asszony, és nem akar újra
kvázi mocskos lenni azzal, hogy megcsalja a férjét. De a Zsivágóval ott a fronton annyira egymásra vannak utalva, hogy egyszerűen elkerülhetetlen, hogy kialakul közöttük ez a szerelem. És a Zsivágó is szintén próbál tiszta maradni, próbálja nem megcsalni a feleségét, de elkerülhetetlen, hogy ők egymáséi legyenek. Mert úgy érzem, jár még kis boldogság gyönyör. Túl sok volt, mi folyt, az a sok vér. Annyi könyv, annyi vér. Harcolunk az életért, hogyha másért nem.